Sziasztok, én Adrián vagyok, és üdvözöllek titeket a csatornámon. A mai videóban egy kicsit összeszedtem nektek, hogy Ausztriában hogyan is alakulnak a bérek, melyik munkakörben milyen fizetésekre számíthatok kezdőként természetesen, és mihez kell szakmai végzettség, esetleg szakmai nyelv, és mi az, amit mindezek nélkül is elvállalhattok. Ha érdekel titeket a videó, akkor tartsatok velem. Azt szeretném egyből leszögezni, hogy ezeket a béreket, amiket most tőlem hallani fogtok, ezeket a saját tapasztalataim és az ismerősök által közölt információk alapján állítottam össze, tehát ezek egyáltalán nem fix összegek, hogyha kijössz, akkor biztosan ennyit fogsz keresni, de körülbelül ilyen összegekre számíthatsz. Ez változhat tartományonként, tehát én szerintem elmondható az a tendencia, hogy minél messzebb jössz Ausztriába, annál jobbak lesznek a fizetések, tehát annál magasabbak. Értelemszerűen a határ mellett ugye kevesebb fizetésre számíthatsz, és például Salzburg és Tirol tartományba pedig 100-300 euróval is többet kereshetsz ugyanabban a munkakörben. Én most úgy gondoltam, hogy először is a vendéglátásról fogok beszélni. Amúgy arra gondoltam, hogy ez egy ilyen videósorozat lesz, tehát hogy ne legyen tényleg ilyen 20 perces az egész, hanem csak egy ilyen 5-6 perces, hogyha sikerül 5-6 percben maradjak persze. Tehát, hogy ez egy videósorozat lesz, és mindegyik sorozatban másféle munkakörről fogok beszélni, tehát most például a vendéglátásról szeretnék beszélni, és a következőkben pedig még egy pár munkát érintenék, például gyári munkát, vagy bármi mást, amik még itt szóba jöhetnek, ugye Ausztriában, hogyha magyarként jössz ki. Tehát akkor most a vendéglátásról fogok beszélni nektek. A vendéglátásban ugye többféle munkakört is betölthetsz, lehet szobalány, konyhai kisegítő, szakács, pincér, és most azt szeretném végigvenni veletek, hogy ezekhez a munkakörökhöz kell-e szakmai végzettség, kell-e nyelv, és hogy melyik munkakörbe mennyi pénzt kereshettek. Kezdjük is akkor a szobalány, konyhai kisegítő és mosogatói állásokkal. Én úgy vettem észre, hogy ezek nagyjából egy bérezésen vannak, tehát talán a konyhai kisegítőnél lehet egy kicsit több, de ez nem feltétlen így van. Én, ahol dolgoztam, ott általában szobalány munkában, munkakörben voltam, plusz mellette konyhai kisegítő is, és ebben a munkakörben legtöbbször az alapfizetést kaptam meg. De azt hozzá kell tegyem, hogy én nem 4-5 csillagos szállodákban dolgoztam, hanem általában guesthouse-okban, ilyen 2-3 csillagos szállodákban. Ezeknek a munkaköröknek a betöltéséhez általában semmilyen végzettségre nincs szükség. Ugyanígy van a tapasztalat is, tehát a tapasztalat az nyilván előny, hogyha 2-3 évet dolgoztál már Ausztriában egy hotelban, vagy egy guesthouse-ban, de én úgy vettem észre, hogy ez nem feltétel. Nyelv ismerete az szintén nem egy elvárt dolog ezekben a pozíciókban, nem árt, hogyha ismered az alapszavakat, tehát hogy azért nagyjából megértsd azt, hogy mit várnak el tőled, mit szeretnének, hogy miket csinálj az adott munkakörben, de profi szinten nem kell németül tudj ehhez. A bérezés az nagyjából nettó 1200 és 1500 euró között mozog. A következő munkakör, amiben gyakran el szoktak helyezkedni a magyarok, az a pincér. Ebben a munkakörben általában feltétel a végzettség, tehát a legtöbb helyen, főleg, hogyha 4-5 csillagos szállodákba szeretné jelentkezni, ahhoz bizony kell egy pincér végzettséged legyen, és nem árt a szakmai tapasztalat sem, tehát itt is nyilván nagy előnyt jelent, hogyha már dolgoztál korábban Magyarországon vagy Ausztriában ebben a munkakörben. A bérezés itt nagyon eltérő lehet. Általában 1300 eurótól kezdődik, ez az alap, és ez lehet 1600-2000 euró is, attól függően nyilván, hogy milyen szállodába helyezkedsz el, mekkora tapasztalatod van, és ez még függhet nagyon sok mindentől egyébként,
te nagyjából ilyen 1300, 1600 vagy 2000 körül mozog az, amit hazavihet egy pincér itt Ausztriában. Ehhez jön hozzá nyilván még a borra való, tehát a pincéreknél azért elég jelentős összeg a borra való is. Ez is nyilván eltérő lehet. Ennél nem tudnék egy fix számot mondani, talán ilyen 400-500 euró, amire számíthattok. A nyelv ebben a munkakörben értelemszerűen elengedhetetlen, tehát ahhoz, hogy fel tud venni a rendelést, hogy beszélgess a vendégekkel, ahhoz azért egy jó német nyelv kell, és nem árt, hogyha szakmai német, tehát ismered az ételek, az italok nevét németül. A következő munkakör az a recepciós. Ebben a munkakörben is általában feltétel a végzettség, de én ismerek olyat, aki végzettség nélkül is elhelyezkedett, tehát ez tényleg az adott hotele válogatja, hogy milyen feltételekkel kaphatod meg azt a munkát. Tapasztalat valószínűleg itt is szükséges, tehát hogy pár évig dolgoztál ebben a munkakörben, az azért valószínűleg előnyt jelent. A nyelv értelemszerűen, hogy megint csak tudj a vendégekkel beszélgetni, az is szerintem alapfeltétel. A bérezés az itt is eltérő lehet, de amire úgy nagyjából számíthattok, az 1400 és 1800 euró között van kezdőként. És az utolsó munkakör a szakács. Nyilván ugye ide kell a végzettség, tehát szakács munkába én biztos vagyok, hogy nem tudsz elhelyezkedni papír nélkül. Ott nagyon fontos, hogy ismerd az ételeket, ismerd a különböző recepteket. Nyilván nem árt, hogyha az osztrák recepteket is ismered, de valószínű, hogy arra majd betanítanak. Tehát azt mondjuk nem biztos, hogy feltétel, viszont a végzettség biztos vagyok benne, hogy feltétel, és szerintem a tapasztalat is. Tehát kezdő szakácsként biztos, hogy nehezebb elhelyezkedni, de ha már van otthon Magyarországon egy pár év tapasztalatod, akkor szinte biztos, hogy találsz munkát, mert jó szakácsod nagyon nehéz találni, és szinte mindig keresnek. A nyelv az itt is szerintem elengedhetetlen, hiszen a szakácsoknak azért a konyhai kisegítőket is koordinálni kell, ki kell adni a feladatokat, kinek mit kell csinálni, melyik ételt, melyik tányért mit hova kell tenni, tehát itt szerintem azért nem árt, hogyha beszéled a szakmai német nyelvet. Ebben a pozícióban a bérezés az tényleg nagyon eltérő, tehát nyilván nem mindegy, hogy egy kétcsillagos gasthausban, vagy egy ötcsillagos étteremben, vagy hotelben dolgozol, ahol azért a külcsínre is adnak, és nyilván nem mindegy a tálalás, szóval itt én szerintem a bérezés az ilyen 1400 és 2500 körül mozoghat, de nyilván ettől többet is lehet keresni, hogyha ha tényleg nagyon jó étteremben vagy hotelban helyezkedsz el. Plusz ugye itt is hozzájön a borra való, ami azért szintén megdobja egy kicsit a fizetést. Ami jellemző a vendéglátásra, hogy a szállás és ellátás az biztosítva van, tehát legtöbb esetben, hogyha kijössz, akkor nem kell rögtön saját lakást találj, hanem ott a hotelben, vagy erre külön kijelölt épületben kapsz szállást, és általában, amikor dolgozol, akkor étkezés is van. Tehát ezekre nem kell kölcs. Lehet, hogy vonnak le, tehát ilyen 50-100 euró jelképes összeget levonhatnak mindezekért, de alapvetően szerintem így is jobban megéri, mint hogyha rögtön egy saját lakást kéne kivegyél. A vendéglátásban jellemző még, hogy vannak be tripszurlaubok, tehát ilyenkor leáll maga a hotel, és 2-3 hét szabadságod van. Ez nagyjából tavasszal és ősszel szokott lenni, tehát amikor egy kicsit panga a turizmus. Ez is hotelenként változó, van, ahol annyira nagyon sok a törzsvendég, és nagyon megy az egész hotel, hogy nem szoktak be tripszurlaubot, ott természetesen kiveheted azt az átlagban 25 napot, ami egy évben a szabad nap, de legtöbb helyen be tripszurlaub van. A munkanapok azok változóak, legtöbbször 5, de nagyon sok helyen van, hogy 6 munkanapot kell egy héten dolgozni, tehát ha azzal találkoztok, hogy 6 munkanap, az is teljesen normális.
Ha tetszett nektek a videó, akkor nyomjatok egy lájkot rá, és iratkozzatok fel a csatornámra. További szép napot!